A kard marad a főszerepben, ugyanis Iaidóval folytatjuk, egy japán harcművészeti sportággal, amelynek Európa-bajnokságát az elmúlt hétvégén Budapesten rendezték. A magyar csapat egy ezüst és egy bronzéremmel zárt. Erről beszélgetünk most Mihalik Hunorral, a szövetség főtitkárával, illetve Budavári Anitával és Vas Gergellyel, Európa-bajnoki bronzérmes Iaidósokkal. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt! Jó reggelt. Még gratulálok az érmekhez első sorban, de még mielőtt beszélgetünk itt a hétvégi Európa-bajnokságról, mutassuk be egy kicsit a sportágat szerintem, mert én feltételezem, hogy a nézőink többsége nem Iaidó szakértő, szóval mit kell tudni erről a sportágról? Egész röviden ez a japán szamuráj kultúrából fönnmaradt hagyományos módszer arra, hogy lehet orvtámadások ellen védekezni. És nem párbajvívás, hanem a kardot hogy lehet úgy kihúzni, hogy egyből vágjunk is vele. Tehát a lényeg az, hogy ezt formagyakorlatok formájában, tapasztalatok útján gyakorolták ki régen, sok száz évvel ezelőtt, és megmaradt egy mai formája, amit versenybe is be lehetett ültetni, és így jutottunk el idáig, hogy itt van egy Európa-bajnokság. Egy Iaidós felkészülése inkább fizikai, vagy inkább szellemi? Melyik részét veszi igénybe jobban az embernek? Mind a két részre szükség van. Fizikailag is bírni kell az edzés ütemeket. Ugye nálunk nagyon sokat térdelő gyakorlat, ami az izületeket igénybe veszi. Erre vannak speciális felkészítő gyakorlatok. Szellemileg is ott kell lenni, lévén, hogy nincsen ellenfél a gyakorlatban, ezért sokkal több mindent kell tudni megmutatni, akár egy szemmozgással, akár egy mozdulat ritmusával. És hát ugyanúgy, mint bármely más versenyzőnek, azért egy versenynyomás alatt mindezt előhozni, újra is megmutatni, az egy pszichés feladat, amire fel kell tudni készülni. Ugye itt nem egymással szemben versenyeztek, vagy nem egymással szemben álltok a gyakorlatok bemutatása közben. Mi dönt ilyenkor, illetve kik döntik el egyáltalán, hogy akkor ki a győztes? Hát van három bíró, és a két versenyző két pályán, egy piros és egy fehér pályán mutatja be a gyakorlatot, és a zászlókkal döntik el a bírók, hogy a szempontok szerint melyik volt a jobb. És melyek ezek a szempontok egyébként? Vannak többféle, vagy van többféle szempont, amely alapján pontozzák Tehát van egy könyv, amiben leírják, hogy pontosan hogyan kell végrehajtani ezeket a gyakorlatokat, tehát annak meg kell felelni, és ezen kívül még vannak plusz szempontok, tehát hogy mennyire élethű, úgymond, tehát egy élethalál helyzethez mennyire megfelelő az a mozgás, amit az ember mutat. Ugye itt az Európa-bajnokságon Csabai Ferenc szerzett egy ezüstérmet, és Budavári Anita, Farkas Bálint, Várvízi Attila és Vas Gergely alkotta az EB bronzérmes csapatot. Na most én ebből arra következtetek, hogy nincs nemek szerinti megkülönböztetés. Nincs. Milyen kategóriában versenyeztek? Ez igazán úgy működik, hogy fokozat szerint, nálunk is ugyanúgy, mint bármi más japán küzdősportban vagy keleti küzdősportban vannak fokozatok. Van egy úgynevezett dan fokozat, a judóban is egyébként, a karatéban is ugyanezt használják, és egy dantól hatodik dan szintig vannak a kategóriák. Illetve van egy dan nélküli kategória, ezt úgy fekni mudan, ez a hetedik. Tehát hét kategóriában megy az egyéni versenyzés, minden ország két delegált versenyzőt adhat le, és akkor ebből... Danonként vagy összesen? Danonként. Tehát ugye két dan, mudantól, a dan nélkülitől egész hatodik danig országonként kettő lehet, jelentkezhet. Akkor ez egészen szép létszámú kontinens. Igen, 25 ország volt, 24 ország vett részt tulajdonképpen aktívan a versenyen, és akkor föl lehet számolni, hogy mennyit, 270 versenyző körüli volt a létszám egyébként, illetve a csapatverseny, ez egy picit érdekesebb, mert ott viszont az összes, a három versenyzőnek, aki a páston van, az összdan létszám, aki konkrétan fölmennek a pástonnak, 10 dannal nem lehet több. Tehát ugye itt már lehet taktikázni, hogy két-három danost, vagy három-három danost, meg egy négy danost rakunk mellé, tehát itt sok variáció van, és ugye a gyakorlatok nehézsége is megadja azt, hogy ki hova kerülhet. Tehát ebben a részben egy picit érdekesebb a taktikája a csapatnak, de szerencsére eredményt hoztunk vele, tehát valami jót csináltunk.
És akkor a csapatban egymás után mutatjátok be a gyakorlatokat. Így van. És annak az összege, három rész összeg, a három egyéninek a teljesítménye adja a végső eredményt a három versenyzőnek az összegének. Világos. Hogy lesz valaki iájdós? Mert arra azt hiszem, hogy tudom a választ, hogy miért akar valaki futballista lenni, kézilabdázó, iájdó, az iájdó hogy fertőzi meg az embert? Szerintem mindenkinek egy egyéni út, hogy jut el ideig. Alapvetően valószínűleg a kard az első kötéspont. Szerintem elég kevés ember van, akiben valamilyen szintű érzelmet nem mozgat meg, mint tárgy, és annak a szépsége a japán kard. Igen, hát egy ilyet megfogni, ez már önmagában fajta érzés lehet. Így van. Ezen kívül Magyarországon én azt gondolom, hogy eléggé elterjedtek a japán küzdősportok harcművészetek. Szerintem, mint mindenki, én is sok mindenbe belekóstoltam, én judóval kezdtem, később aikido, volt szerencsém karatézni is, de gyakorlatilag egy év után a sok fizikai sérülés után kellett keresnem egy olyan sportágat, ahol ez a része nem annyira veszélyeztetett, viszont a szellemi energiákat pedig jobban tudtam használni, és azt a kultúrkört, amit a japán búdó ad, azt tanulhattam tovább. És gyakorlatilag a japán kard itt adott egy választ, hogy akkor valamilyen ilyen karddal kapcsolatos dolgot szeretnék csinálni, és az iájdónak a mozgásnak a szépsége az nagyjából elsőre magával ragadott. Gyönyörű formák vannak, és annyira könnyed mozdulatok, amiket utána az ember később rájön, hogy ezt majd nagyon-nagyon sok évig gyakorlásra talán ugyanígy meg fogja tudni csinálni, ugyanilyen könnyeden. De most már pár éve tart ez a hivatás, vagy elhivatottság az ilyen. Szerintem önleg nyugodtan nevezhetjük annak. Anita, nálad az hogy jött? Hát hasonlóan, tehát én is judoztam, karatéztam, jiu-jitsuztam, aztán hasonló okokból, mert nekem térdsérülésem volt, ami igen, innen furcsán hangozhat a térdelős ágra való váltás, viszont mivel nincsen ellenfél, ezért csak rajtam múlik, hogy hogyan és mennyire terhelem a térdemet. Kevesebb a nyomás azon a testrészen. Mennyire testrész sportágok egyébként ezek, amelyeket Anita itt felsorolt? És ugye vannak például a kendo is, amely ugye szintén talán ugyanannak a szövetségnek az égisze alá tartozik. Igen, igen, hát ugye ez mindegyik a szamuráj kardról szól, illetve annak főleg az eszmei használatáról, vagy elvi használatáról. A kendo az a párbajvívás, ugyanúgy, mint az európai párbajvívás, itt is van egy fix ellenfél, tudom, kivel fogok ugye vívni. Az ilyenben, mivel hogy orvtámadásszerű dolgokat kell ugye bemutatni, így ezért az ellenfél már csak ott jelenik meg, amikor csináljuk. De a kendo az pedig kifejezetten ez a párbaj, tudom, hogy kivel fogok vívni, úgy állok föl vele, és egy nem reális eszközzel, tehát ott egy bambuszkardot használnak, de a helyzet az pedig inkább közelebb áll ahhoz, hogy van egy szabad vívás, és nem kötött a dolog. Tehát plusz-minusz van mind a kettőben. A legjobb, hogyha együtt tudja csinálni az ember, de hát kevés példa van rá, nagyon nehéz. De ugye nagyon közel vannak azért. Közel vannak egymáshoz, de azért mind a kettőben nagyon sok energiát, meg időt kell beletenni, hogy tényleg valamilyen fajta minőséget föl tudjon mutatni az ember. Ez egy ezüst és egy bronzérem, ez jó eredménynek számít? Tehát hogy áll most a magyar iájdó Európában? A magyar iájdósok elismertek, ezt azért mondhatom. A technikánkat nagyon sokszor dicsérik. Lehetőségünk van a szövetség révén arra, hogy mi közvetlen japán vonalról tudunk tanulni. A japán ZNKR, az Nihon Kendo Remei küld ide minden évben egy delegált tanárt, aki segít nekünk a felkészülésbe, és ezen kívül is elég jó japán kapcsolatokat építünk, és ápolunk a közvetlen vonallal, ez meg is mutatkozik a technikánkban. Ami biztos az, hogy sokkal több külföldi szereplésre van ahhoz szükségünk, hogy Európában még inkább elfogadottak legyünk. Ez annyit jelent, hogy nagyon sok edzőtáborba is versenyre kell kijárnunk külföldre. Gondolom, hogyha ha Japánba jár a csapat, akkor az meg még hatványozottan sokat segít a... Cél ez lenne, valóban. Meg hát azért jól esik a figyelem is itt az itthoni részről, tehát kijött azért a nagykövet úr is, Kuszuge úr, illetve a szakállamtitkárságtól is megtiszteltek minket, Kozman György.
a helyettes államtitkár. Tehát ez is azt mutatja, hogy azért kicsik vagyunk, nem vagyunk nagyok, de valahol a jelentősége a japán harcművészetekre az azért nagyon, nagyon nagy hatással volt a kard, meg annak a hatása, hogy ez mit is hoz ki belőlünk. És ez jó volt látni, hogy azért ugye a kendo is, az iaidó is ezt a fajta társadalom felelősségvállalást, közösségi felelősségvállalást hozza ki magunkból, a szigorúságánál, meg a fegyelménél fogva, és hogy ez értő fülekre talált, ez teljesen jó volt, ez jól esett mindenkinek. Köszönjük! Az érmeken kívül volt még egy, vagy van még egy Fighting Spirit díjunk is, ugye ezt Anita, te zsebelted be, ez mit jelent egészen pontosan? Ez egy külön díj? Így van, a küzdőszellem külön díj az olyannak jár, aki nem szerzett érmet, de valamilyen szempontból kiemelkedő volt az adott kategóriában. És azt ilyenkor indokolják, hogy mi az, ami... Nem mondják meg, de úgy lehet tudni, hogy ilyesmiről van szó, tehát... Én a legjobb 8 között végeztem egyéniben, és úgy ítélték meg ott azok a bírók, akik azon a pályán bíráskodtak, hogy a mezőny többi részéből én valamilyen szempontból kiemelkedtem. No, hát akkor gratulálok ehhez a díjhoz is, meg az érmekhez is, a rendezéshez is, és hát 2017-ben pedig Kendo Európa bajnokság lesz Budapesten, úgyhogy ennek kapcsán meg majd még úgy is beszélgetünk. Köszönöm szépen! Köszönjük szépen! Köszönjük szépen!